Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider, a Digitális Legendárium podcastja. Engem Bajer Árpádnak hívnak, és a mai adás több szempontból is különleges. Az egyik az, hogy egy hosszabb sorozatot vezetünk fel ezzel az adással, amiben elfeledett királyainkról fogunk beszélni. A másik különlegeség az az, hogy itt most nem egy konkrét királyról lesz szó, és nem egy történész fog beszélni róla, hanem rögtön három fog beszélni, Arról, hogy mitől magyar egy király, a három történész pedig Bészabú János, Herman Robert és Varga Szabolcs. Szervusztok! Szia! Szervusz! Kezdetnek egy kis játékra hívlak titeket. Képzeljétek el azt, hogy megkoronáznak titeket magyar királyá. Igazából bármikor az utóbbi, hát 1022, vagy hogyha azt nézzük, hogy mikor kerül ki az adás 1023 évben, és nagyon azt szeretnétek, hogy emlékezzenek rátok évszázadok múlva is, úgy, mint nagy és dicső királyra mihez kell nyúlni, mit kell tenni, mit érdemes tenni első körben? Jól meg kell fizetni a tolforgatókat, akik majd megörökítik az uralkodásunk emlékét. Ehhez ugye nem árt külföldi tolforgatókat is fölfogadni és ide csábítani. És jó sok írásos hagyományt kell hagyni magunkról, természetesen a kedvező, tetteink kedvező megvilágításával. Hát nem árt egy jófajta hagyjárat, mondjuk valami viszonylag közeli területről, amit már régen szeretnénk elfoglalni, és ez lehetővé teszi, hogy dicső hódítóként vonuljunk be a történeti emlékezetbe, de egyetértek Jánossal, hogy valóban azért kell hozzá a szoftver is, tehát a megfelelő krónikásnak a kiválasztása. Hát igen, és hogy a végén azért ne legyen belőle bukás, tehát szerintem az a baj, hogy ezt nehéz előre úgy alakítani, hiszen senki nem játszik a saját bukására, de hogy az nagyon rosszul veszi ki magát, ha mondjuk az embert a végén elüldözik a trónjáról és ma már elengedhetetlen a jó tolforgatók mellé a remek fotósok, tehát hogy kellenek azok a meghitt történetek kutyával, családdal és idős asszonyjal átsegítve az úton, hogy ebből legyen egy új áruhás uralkodó, aki megy és jót tesz. Ezzel azt is mondjátok, hogy valójában az, hogy melyik királyra emlékezünk úgy, mint nagy király, és akkor itt most lehet Szent Istvánon, Szent Lászlón, Mátyáson, és aztán itt majd beszélünk arról, hogy egy kicsit megakad nekem a sor. Szóval, ahhoz, hogy nagy király legyen valaki, elsősorban a jótól forgató kell, és némi siker, vagy azért a valós politikai teljesítményt is értékeli az utókor valamilyen formában. Van-e olyan, hogy ez tud változni évszázadok alatt? Hát mit nevezünk valós politikai teljesítménynek? Ugye ez egy, ez egy jó kérdés csomó esetben a valós politikai teljesítmény az nagyjából döntés kérdése. Ugye, ha nem üti el az országot egy mongol vagy egy török invázió, amivel szemben elég csekély esélye van bárkinek védekezni, akkor azt kell mondjam, hogy a többi dolog az meglehetősen relatív, mert mondjuk Luxemburgi Zsigmond esetében elég komoly valós politikai teljesítmények fűződnek a király nevéhez, azt mégis úgy vonult be a magyar krónikás irodalomban, mint Csedi Snow, ugye? mert történetesen azt a szöveget a politikai ellenfeleinek tolla mozgatta. Tehát ez is fontos dolog, hogy a politikai ellenfelek feljegyzései és írásai viszont lehetőleg nem maradjanak fönn, mert abból nagyon sok kellemetlenség származik az utókorban. Aztán van, van nekünk egy fantasztikus, harcias kedvű királyunk, aki minden háborúját megnyeri, a rossz nyelvek szerint Anzsú Nagy Lajos, azt mégsem tartjuk igazán benne az emlékezetnek a homlokterében, tehát amikor elkezdené sorolni a nagy királyokat, akkor azért az egy határeset, hogy ő bekerülhetne ebbe a körbe mondjuk Mátyással, vagy Szent Lászlóval, Szent Istvánnal egy ligában említenéke. Mert ugye állam meg ott van ez az árnyék, hogy hát Anzsú, és hogy most akkor ki számít magyarnak, ugye ez az eredeti kérdésfeltevés, meg ki nem számít magyarnak. Ez egy nagyon neurologikus pont ebben az egész történetben. És túl sokat nem bír el a kánon. tehát, hogy Lajosnak rengeteg érdemét Mátyás kapja meg, akár az áruhás uralkodó vándor motivumát, és ha már van egy kifejezetten erős emlékezetű uralkodónk, akkor egy másodvonalbeli játékos már lehet, hogy egyszerűen nem fér föl a, a vászonra. De visszautalva a kérdésedre, azért valamilyen politikai teljesítményre azt gondolom mégiscsak van szükség, meg hát az idő. Tehát akinek négy év adatik, vagy tíz év adatik, és mondjuk utód nélkül meghalott, jóval kevesebb esély van, bármilyen személyes kvalitással is rendelkezik, mint akinek van 30-40 éve alkotni a trónon. És hát látjuk jól mondjuk István esetében, hogy szerintem halála pillanatában az az egész politika egy kudarc de mégis úgy alakul, hogy alig 50 évvel később az ő testét fogják felemelni Székesfehérváron az oltárra, és már lesz belőle hivatkozási pont olyanoknak, akiknek a családját pedig azon az ágon azért rendesen meghurcolta a nagy király. De hát a körülmények így változtak. Meg azt gondolom, hogy van egy félreértés is ezzel az egész kérdéssel kapcsolatban. Tehát a, ha azt veszük, hogy a történeti emlékezet az nem a történetírás által kikövetkeztetett eredményekből dolgozik, és erre nagyon jó példa az áruhás király története. Az ugyanis egy állandó, topikus eleme a történeti gondolkodásnak, amiben bekerülhetnek olyan kitüntetett személyek, akit a közvélekedés megajándékoz azzal, hogy megtegyék őt áruhás királynak, mert gyanítom, hogy a sorban nem Nagy Lajos volt az első, aki rendbetette az ország dolgait hanem ő is kiérdemelte ezt a rangot tulajdonképpen a történeti közvélekedésben. És akkor itt el is jutunk oda, hogy egyébként egyáltalán nem biztos az, hogy akinek a nevét jobban ismerjük, annak a valós politikai teljesítményéről többet tudunk feltétlenül, mint azoknak az uralkodóknak az esetében, akiknek a neve kevésbé ismert. Mert sokszor behelyettesítődnek ilyen mitikus, topikus elemekkel az élet valós tényei, és azok öröklődnek tovább, és azokat görgeti maga előtt, aztán a történettudomány is akár. Hát meg ugye van egy elem. Az előbb említetted Lajost, aki nem veszített csatát. Na most van a másik oldalon negyedik Béla, aki meg nem nyert a hosszú uralkodása alatt, de aztán mégis második honalapítóként tekintünk rá, így is szerepel a történelmi tankönyvekben, mert volt annyira szerencsés, meg volt annyira jó a testőrsége, hogy túlélje a tatárjárást, és utána tényleg rámaradt az a munka, amit valahol azért mégis elvégzett, de hogyha hadvezérként kellene valakit dobogóra helyezni, akkor természetesen ő az uralkodók közül a fasorban sem lenne. És hát én még azért egyet hozzátennék itt visszautalva arra, amit Szabolcs mondott, hogy hát az utód személye nem mindegy. Tehát ugye például Könyves Kálmán esetében hosszú időn keresztül beárnyékolta a megítélését az, hogy neki nem volt folytatása, pontosabban a második Istvánnak nem volt már gyereke, és ugye a Könyves Kálmán által megvakítatott álmos és második Béla vonala ment tovább, és ilyen módon ugye így lett belőle púpos uralkodó, holott egyáltalán nem biztos, hogy az volt, bár lehet, hogy ki fog derülni, hogyha az osszáriumból ki fogják válogatni a csontokat. Vagy ugye a másik ilyen példa az első Bélának a, az esete, aki hát azért egy lázadóként kerül a, a trónra, de miután az ő utódai mennek tovább, ezért úgy tűnik, mintha nem a lázadó lett volna a felelős magáért a lázadásért, hanem a trónon törvényesen ülő király, és ugyanezt el fogják játszani a fiával, a salamonnal is a leszármazottak, tehát hogy ez is szerintem sokat számít. A negyedik Béla erre visszatérve eszembe jutott, hogy mi van, hogyha túl éli a második Lajos túléli a Mohácsi csatát. Tehát ugye őre azért is emlékezünk kudarcos királyként, mert meghalt 20 évesen, míg a negyedik Bélának volt néhány évtizede arról, hogy a dolgokat úgymond rendbe tegye. Igen, pár héttel ezelőtt Horváth Rihárt fogalmazta meg ezzel kapcsolatban, hogy hát mi van akkor, ha a nagy királyainak is 20 év jut az életből. A második Lajos annyi volt, amikor Mohácsi csata után meghalt. Hát Mátyást még meg se koronázzák, tehát hogy valahol 63-ban járunk, milyen uralkodói teljesítményről lehetne az ő esetében beszélni, vagy akár István esetében, vagy László esetében beszélni. Hát... És, és ugye vannak ennél durvább dolgok, itt ezt meg Péter Katalin fogalmazta meg, hogy hát, ha Betlen Gábor meghal fejedelmi választása után pár évvel, akkor a legsötétebb hazárulóként emlékezné meg a történeti emlékezet, aki önként ad át erdélyi várat a töröknek 1616-ban. Tehát 17-ben leesik a lováról és kitöri a nyakát, akkor soha nem lesz belőle nagy erdélyi fejedelem. Itt az utókor, közvetlen utókor mennyire számít ezek szerint, meg az, hogy kik viszik tovább ezt a vonalat. Ha jól látom, akkor van egy minta, hogyha oldalágon az ellenfél vagy konkurens családrész megy tovább, akkor sokkal nehezebb a helyzet. Úgy tűnik, hogy ez az, amit Szent Istvánnak sikerült valahogy megugrania. Nyilván alapítóként vannak előnyei ezzel együtt. Hát egyáltalán, hogy alapító lett belőle, hát hogy azért Istvánra nagyon sok minden oda lett téve, és ez egy szintén ilyen antikvitásig visszamenő dolog, de hát mondhatnánk Álmos és Árpád kapcsán, amiről János nem olyan régen könyvet is írt Sudár Balázsral, amikor az apáknak óhatatlanul feledésbe kell menni, vagy egy kicsit hátrébb kell lépni, aki nem teljesítheti be valamilyen bűn miatt azt, amit majd a, a fiú igen, hiszen a fiúban kell kidomborodni a, a teljesítménynek, és hát Gézából nem látszik semmi, elég a István a király felidézni, ahol Géza temetésével kezdődik a történet, holott Istvánnak van mire ráállni akkor, amikor megkezdi az uralmát. De persze ezekben a korai évszázadokban abszolút fontos, hogy melyik politikai család megy tovább, hiszen ők fogják megfizetni azokat az írástudókat, akik majd visszamenőleg elrendezik az emlékezetet, és megalapozzák a helyes hangsúlyokat, ahogyan a családtagoknak ez éppen megfelelő és hát ha az az -á kihal, akkor nekik ez már nem álmodjukban, hogy tolforgatókat, meg krónikásokat alkalmazanak. Tehát abszolút, abszolút működik az írástudóknak a jelentősége ebben az esetben is, mert mindig van egy megrendelő, aki a saját szája izéhez igazítatja a múlt eseményeit ebben az időszakban. Igen, és nem árt elsőrangúktól forgatót szerezni. Hát ugye Mátyás erre jó példa, hogy Mátyás kultusza Bonfini nélkül nem ezt az, az utat vette volna be, és bőven lett volna ellenpélda is Mátyással szemben, tehát amiket megfogalmaznak vele kapcsolatban, akár a halála idején. De hát Bonfini annyira jó latinból, annyira jó humanista szerző, hogy nem lehet negligálni ezt az írót, bármit is ír, és utána tankönyv lesz az a mindenki Bonfinihez méri magát, és innentől nem lehet elvonatkoztatni a szövegtől sem, amiben Bonfini munkája kiteljesedik. Hogyha lenne hatalmatok arra, hogy valamilyen módon a magyar emlékezetet egyértelműen és egy személyben befolyásolnátok, akkor ki az az uralkodó, vagy kik azok az uralkodók, vagy hogyan rajzolnátok át itt a nagy királyok, illetve elfeledett királyok képet, ki az, akit fejelbe emelnétek, és ki az, akit inkább egy kicsit háttérbe tolnátok. Haladjunk időrendben? Hát mi most benne vagyunk ennek a sűrűjében a jagállókkal. Unyadi Mátyást nem akarom most emlegetni, de tulajdonképpen ott azért ez erősen erősen megnyilvánul, hogy Mátyás fénye az, ami árnyékba borítja az elődöket és az utódokat, holott, ahogy ez most már többször elhangzott, hát ha az a szerencsétlen Abzur ötödik László tovább élhetett volna, akkor neki a lábai előtt hevert volna minden olyan ország, amiért aztán Mátyás király évtizedeken keresztül háborúzott, mert Cseh király is volt, meg Ausztria hercege is volt, Szóval kicsit egyszerűbb lett volna mondjuk a török ellenes összefogást szervezni egy Habsburg uralkodóval a 15. században, mint fél Nyugat-Európával háborúzni azért, hogy ezekre a területekre rátehessük a kezünket, amik aztán nyom nélküled is vesznek abba a pillanatban, hogy a király meghal. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy fontos része a történetnek. De fordítva is így van, tehát miután Mátyás jó nagyot háborúzott, és jó sokba került az országnak, nem kéne nagyon csodálkozni rajta, hogy utána békésebb időket vártak az emberek, és egy olyan uralkodót választottak, akitől azt remélték, hogy nyugtam marad a fenekén, és nem kezd ilyen kalandokba. Igen, azt hiszem, hogy második Ulászlónak a megítélése az remélhetőleg változni fog. A történetírásban már mindenképp az elmúlt évek kutatási eredményeinek köszönhetően Második Lajos tényleg ő magában szerintem nehezen értelmezhető a rövid időt figyelembe véve. és hát a Habsburg uralkodók, akikről úgy egyöntetően vagy nem tudunk semmit, vagy amit tudunk, az negatív, elég csak a Egri Csillagok című filmben hozott Ferdinánd képet mutatni, hogy szerintem mondjuk Habsburg első Ferdinánd 1526 és 64 között egy heroikus munkát végez, magyar királyként is, ahogy megszervezi a maradék országnak a védelmét, és hát biztos sokaknak nem fog tetszeni, ha azt mondom, hogy van egy politikai teljesítmény első lipót mögött is, amikor mégiscsak ne az ő uralma alatt és az ő nagyon aktív politikájának köszönhetően, sok egyéb más mellett, de sikerül az oszmán hódoltságot befejezni és kihűzni innen a megszállókat. Mondhatjuk, hogy ez a, már a két pogány között, meg hát mondjuk is, de ez lippót nélkül nem ment volna, és innen csak rosszabb opciók voltak az ország számára. És hát én mondjuk második Mátyást is ide tenném a bocskai féle mozgalom végleges lezárása, ugye az az ő nevéhez fűződik a Rudolf lemondatását követően, tehát amikor egy gyakorló elmebeteget távolítanak el gyakorlatilag a trónról, és amikor sikerül összehozni azt a fajta kiegyezést a magyar rendiséggel, ami hát ugye az elmúlt évtizedeknek a meglehetőző zavarát lezárja, és be is tartják ezt a kompromisszumot, hogy ez nagyon fontos, illetve hát aki szerintem szintén egy kiemelkedő képességű uralkodó harmadik Károly. Nota benne, ha már a Habsburgoknál tartunk, én elkezdtem utána nézni, hát gyakorlatilag Mária Teréziáig a magyar Habsburgokról nincsenek életrajzok magyar nyelven, amint kötet jellegű életrajzok. Tehát ugye az első néhány évszázadban úgy beszélünk a magyar Habsburg uralkodókról, hogy azt mondanánk, hogy na fiam, vegyél le valamit a polcról, akkor nem, nem nagyon lenne mit magyar nyelven levenni róluk. Én is visszakanyarodnék Lipóthoz, az ő uralmának a korai időszakához, ami rengeteg félreértéssel, meg félre magyarázással terhelt. Tehát azért, ahogy a házasságban is, úgy ezeknél a uralkodási időszakban is, ahhoz, hogy annyira megromoljon a viszony a felek között, mint ami Lipót uralma alatt történt, ahhoz nem elég az egyik fél. Tehát ahhoz sok minden más is kell, és azt gondolom, hogy Ilyen esetekben a tisztánlátásunkat erősen elhomályosítja azt, hogy etnikai alapon osztjuk föl, vagy osztjuk ki a jó fiú meg a rossz fiú szerepét a történetben. Igen, itt most megérkeztünk oda, ami a mai adásnak egy fő kérdése, hogy mitől magyar egy király, és úgy tűnik, hogy itt a nagy királyok között olyanokat tudunk inkább felsorolni, akik, hát idézőjelben mondom, nemzeti királyok, tehát az Árpádház vagy pedig a Hunyadi családból származnak, és akiket felsoroltatok úgy, mint akit feljebb emelnétek, vagy rá irányítanátok a reflektorfényt egy kicsit, azok Jagelló, Habsburg, akiket nem idézélben magyar nemzeti királyokként szoktunk tekinteni. Mitől tekintünk valakit nemzeti királynak? Honnan jön egyáltalán ez a megkülönböztetés, ez a kategória? Hát ez egy 19. századi kategória, amikor ugye a klasszikus polgári nemzet eszme kialakul, és amikor elkezdik etnikai alapon osztályozni az uralkodókat. Most, hogyha az árpátháziakat megnézzük, hát a végén legkevésbé magyar vér volt bennük, ugye, mert szinte mindenki külföldi hercegnőket, meg király meg én nem tudom, miket vette feleségül, már mint hogy a papa, és hát ugye az anya idegen vére az folyamatosan a szitja vért ilyen módon fölhigította. Tehát sok esetben azt mondhatjuk, hogy némelyik idegen királyunkban lehet, hogy több magyar vér volt, mint mondjuk egy-egy árpátházi uralkodóban. És hát, hogyha a hunyadiakat veszük most a Hunyadi Jánosnál, ugye megy ez a folyamatos meccs, hogy ő most román származású vagy nem, abban az időszakban ennek nem volt tétje egyszerűen. Tehát, hogyha kiderülne, hogy apja anyja román volt, az se jelentene semmit, mármint a Hunyadi János esetében, és hát ugye ilyen módon hogy a Mátyás esetében sem, mert hogy a középkorban nem ez számított, hanem a rendi hovatartozás, és hogy melyik királyságnak az alatvalója, és melyik királyságnak a viselője, de az urak nálam jobban értenek ehhez a témához. Bocsia, egy dologban azért Mátyás mégiscsak a unikális. Hát róla lehet a legbiztosabban feltételezni, hogy egy csöpnyi árpátházi vér sincs benne, még az összes Habsburgtól, Jagellon keresztül, de az Anzsúkat is ide lehetne sorolni, találnánk a családfán meghatározó helyen valami árpátházi felmenő. Tehát, hogy Mátyásból úgy csináltunk egy nagy nemzeti uralkodót a 19. században, mint nemzeti, mint a magyar, hogy az Árpádházhoz a legkevesebb köze van, amit meg szintén így címkéztünk meg. És már az Árpádház is egy nagyon érdekes kérdés, ugye Sudár Balázsra a közös vizsgálataink azért számos kérdőjelet felvetettek, hogy vajon mindig egy vérből valók voltak-e a magyar nép és az ő uralkodói, és miért gondoljuk azt, hogy pont az Árpádok esetében, ez biztosan így volt, miközben azután, hogy az ő családjuk kihalt, pedig még véletlenül sem került ilyen formán magyar eredetű család a magyar királyság trónjára. Szóval ott is vannak kérdőjelek, de én bennem pont a legutóbbi Bécsi konferencia kapcsán így kikristályosodott erre a kérdésre egy feleletet, hogy magyar az a király, aki tud magyarul. És ugye lehet idegen dinasztia leszármazottja, de ha gyerekkorába érkezik, mint Károly Róbert, akkor ugye van ideje megtanulni, az ő gyerekei már automatikusan fognak tudni magyarul, tehát tud az anyanyelvükön beszélni az alattvalóikkal. Ez egy elég fontos kérdés. Ulászló esetében most számomra világosá vált, hogy ez egy nagyon rossz pont, hogy ez őt elszigetelte az alattvalóitól. Ugye második Lajos esetében ez nyilván másként lett volna már, ő kiválóan tudott magyarul, hiszen gyakorlatilag nem ez volt az anyanyelve, mert az anyja francia volt, de gyerekkorától kezdve ő ezt tanulta és itt élt Budán, tehát nyilván a magyar nyelv használata neki nem volt probléma de ezt meg nem tudjuk meg, hogy másodgenerációs jagellóként őt hogy fogadták volna el, hogyha nincs a Mohácsi katasztrófa. Aztán egy nagyon fontos kérdés, hogy is Magyarországon tartsa az udvarát. Ez is egy nagyon fontos dolog. Ugye azt hiszem a Habsburgoknak a legnagyobb problémája a történeti megítélésben az, hogy ott hagyták Budát. Addig arra nem volt példa, hogy egy külföldi dinasztia, ha megszerzi a magyar trónt, akkor ne, ne költözött volna Magyarországra, és ne magyar területen lett volna az udvara. Most Károly Robert esetében is lehet sorolni Temesvár, meg Visegrád, meg sok minden. De hát egy idő után azért Buda annyira adott volt, hogy amikor Ulászlót, mint csekirejt megválasztották, nem volt kérdéses, hogy ő bizony Budáról fogja a két országot uralni, és nem Prágából, nem fordítva. De ezen meg a törökök változtattak úgy, hogy Buda egy veszélyes helyé vált, aztán meg el is veszett tulajdonképpen és Bécsi sokkal biztonságosabb és jobban védhető helyszínnek tűnt. Hát Budához képest igen, de 1527-ben Ferdinánd még gondolkozik egyébként azon, hogy Budán fogja berendezni az udvarát, megnézetti a vadasparkot, tehát hogy akkor még egyáltalán nincs eldöntve, és hát Bécs már akkor is vörös város volt, tehát pont előtte pár évvel kellett ott a polgárok lázadását véresen leverni. Buda mindenképp adta volna magát, hogy is mondjam, Buda elvesztése a kereszténység számára, az mondjuk Bécs számára a felemelkedés lehetőségét kínálta a 16. században. És ugye nem szoktunk belegondolni, de hát azért a magyar királyi cím, a magyar királyi trón az egy sokkal tekintélyesebb dolog, mint Ausztria főhercegének lenni. Tehát, hogyha nincsenek ezek az űrös viszonyok, akkor bizony Ferdinánd és utódai is innen folytatják a regnálásukat, alig ha Bécsből. És a harmadik dolog az meg a tanácsosoknak a kérdése, mert ha Budán van az udvar, akkor a magyar arisztokráciából kerülnek ki a királyi tanácsnak a tagjai, vagy legalábbis jelentős részben azok közül kerülnek ki. És ugye ez egy visszatérő probléma az idegen tanácsosoknak a szerepe az ügye. Onnantól kezdve, hogy ez a történet Bécsben, vagy éppen Ferdinánd alatt Prágában folytatódik, onnantól kezdve ez a magyar érdekérvényesítésnek egy megnehezült útja egy ilyen királyi udvarban meg nem lesznek történetek. Tehát így végig gondoltam, hogy Ferdinánd, amikor 1527 végén hazamegy, aztán utána mennyi idő kell, hogy elteljen, hogy újra Habsburg uralkodó lépjen a magyar földre, nem tudom, harmadik Károly egyébként megfordul, hát Mária Terézia majd jön, de hogy 16-17. században egy Habsburg uralkodót se látnak életben, Pozsonyon túl, meg sopronon túl a magyar királyság többi területén. Míg azért Zsigmond, Ulászló, Mátyás, az Anzsuk azért felfelbukkannak, tehát kell valami fizikai lehetőség látni élőben egy királyt ahhoz, hogy valami kanonizálódhasson róla, és nem sok királyfi születik egyébként a budai királyi udvarba, tehát hogy Lajos itt születik, tudjuk, hogy várják Egyébként János Zsigmond az utolsó, aki így születik meg a magyar történelemben, és hát tudjuk, hogy a budai lakosság mennyire oda van Rajong Izabelláért, és várják, hogy fiú utót szülessen, és hát előtte két, hát Ötödik László, ugye futtába szegénykém, ő még itt születik meg, első Lajos. Tehát, hogy ez talán négy ember összesen a 230 év uralkodás alatt? nem sok fiú csecsebő sírt fel a király udvarban Magyarországon, akire azt lehet mondani, hogy na, a, a mi kölykünk, a mi vérünk. És egy kicsit ez olyan, mint amikor ma valaki beköltözik egy ilyen zártabb falusi közösségbe, hogy mik meddig gyűtment, meddig idegen, és hát látszik jól, hogy holland-német családok nem tudnak integrálódni a nyelvtudás hiányában, hogy mi kell ahhoz, hogy egyszer valakire azt mondják, hogy na, te már közénk tartozol, vagy a te gyereked már közénk tartozik így kicsit lehet, hogy ez is lehet analógia. Hogy... Azt gondolom, hogy ezek jó példák, de ez leginkább a Habsburgok hátrányos helyzetét magyarázza, mert mondjuk Zsigmond esetében egyik körülmény sem áll fenn, azt mégse szeretjük. Tehát ez pedig építkezett, nagy király volt. Itt is nevelkedett. Itt is nevelkedett. Neki egy komoly hátránya van, hogy ő is balszerencsés hadvezér, és ugye Magyarországon ezt nem tudják megbocsátani az uralkodóknak, hogyha a hadi vállalkozások nem jönnek össze. Hát, vagy hogyha nem jönnek össze, akkor legyen egy nagyon nagy bukás, mint a tatárjáráskor, és utána lehessen újraépíteni. Ezek szerint az, hogy magyarra -e a király vagy a nép, és aztán ezt lehet nagyon árnyalni, hogy mit jelent a nép magáénak érzi-e, akkor ezeken a szempontokon múlik főleg, amiket János felsorolt el, aztán a 19. századtól jön a nemzeti eszme, ha jól értem, ami meg egy kicsit ezt átkeretezi. De azért itt van egy párhuzam akkor, hogy ebből a szemléletből, vagy ezekből a szempontokból nő ki lényegében a nemzeti eszme. Tudjon magyarul, legyen itt az udvara is magyar tanácsosai vannak, akinek ez megvan, azt tudjuk nemzeti királynak tekinteni, vagy kell még valami más ehhez a 19. században. Hát ugye itt a történetekre visszatérve, hogy mennyire alkalmas például annak az antagonizmusnak a bemutatására, ami itt a Habsburg-Magyar viszonylatban a 16-17. században megtörtént. És ugye vannak ilyen jellegű visszavetítések a Zsigmond kapcsán. Ugye ott van a Hédervári esete, aki hát kvázi egy lázadó volt, és a, Zsigmond az teljes joggal csapott le rá, és ítélte fűvesztésre. Ugye a 19. században azonban ebből egy olyan történet születik, hogy az idegen király a hon jogaiért kiálló szálfa termetű nemest, ugye a 30 nemessel, ugye a 30 társával együtt ugye lefejezteti, és még az utolsó aprót sem hajlandó a királytól kegyelmet kérni. Ez ugye egyértelmű analógia Habsburg magyar szembenállásra mondjuk a 17. század végén, a Veselényi összeesküvéssel és egyebekkel. És ugyanez lesz a 5. László és a Hunyadi László esetében is. És ezek a szépirodalmi alkotások, ezek hihetetlen módon be tudják folyásolni ténylegesen az illetőnek a megítélését, hát, még hogyha opera is lesz belőle, mint a Hunyadi László. Igen, de hogy hogy kaphat mondjuk ez a történet egy többes jelentést, hogy ez a horvát történetírásban is majd ott lesz, amikor Zsigmond király 1397-ben az úgynevezett véres száboron körös városában, hogy lemészároltatja a horvátok szerint a horvát urakat a magyar urak kérésére. Tehát lesz belőle már a 19. századra egy etnikai szembenállás, ami a saját idejében fel sem merült, meg hát sok mindent lehet mondani az ott lábalól eltettekre, de hát etnikailag sem voltak horvátok. De már elég volt, hogy hol játszódik, és hogy milyen történetet lehet belőle kerekíteni. Úgyhogy egyik helyen lesz belőle egy idegen király, és a magyar nemesség színevirága küzdelme, a másik oldalon meg már egy magyar-horvát konfliktust kreálnak ugyanebből. Zsigmond úgy tűnik, nem volt nagyon tartózkodó ilyen tekintetben, mert neki van egy bosnyák története is, szintén 31 néhány bosnyák úrral, akiket egy ott tartózkodása alkalmával fejeztet le és dobáltott be a várfokról a folyóba. De most megint a Bécsi konferencián jött ez elő. Az, hogy mi mit gondolunk erről utólag, meg mi vető rá, az adott esetben szöges ellentétben állhat azzal, amit erről a kortársak gondoltak. A szegény Ulászlóról a velencei követ azt mondja, hogy hát ez egy, ez egy áldott jó ember, ez nem fejeztet le senkit. Márpedig a keménykező uralkodó ismérve az, hogy időnként lefejeztet engedetlen alattvalókat. Ez nagyon furcsa, hogy hogy üthet vissza az embernek a kegyessége, ugye, hogy nem fejeztet le senkit. Aztán lehet, hogy Zsigmondról azt gondolták, hogy ezt jól tette adott esetben. Az utókor meg azt mondta, hogy hát ezek olyanok, mint Ferenc József meg az aradiak, tehát hogy és ugyanakkor Mátyás királynak minden további nélkül megbocsátják, amikor az FDI lázadást leveri, és hát ott is azért van rendesen halálos áldozat, csak az illetők azok nem olyan nagy neveket viselnek, mint akiket mondjuk Zsigmond lefejeztetett, vagy akit 5. László lefejeztetett. Tehát Mátyásnak mindent megbocsátanak. Tehát hát mit ez a... János megbocsátják, Janusz Panhonyusz megbocsátják. Mindent megbocsátanak Mátyásnak, ugye az, hogy a Ulászlónak nincs pénze, az köznevetség tárgya. Az, hogy Mátyás király úgy hívja a háborúját, hogy esténként a tisztjeivel kockázik, hogy másnap a nyereményből ki tudja fizetni a katonáinak a zsoldot, ami szintén azt jelenti, hogy a királynak nincs pénze, az olyan huszáros csénytevés ezekben a történetekben. Mielőtt bejöttünk ide, és elkezdtünk beszélgetni, János felvezettél három fordulót a királyok megítéléséről. Ezt elmondod így a hallgatóságnak is, hogy aztán kiindulási pont legyen? Tulajdonképpen szép lassan végigvettük mi ezt, hogy az első lépcsőfok az, hogy a, az adott király tetteinek be kell kerülni, az leszek kell, hogy legyen valamiféle írott történeti forrásanyag, amire aztán a későbbi történeti kutatás az tud támaszkodni. És ugye hát ez az első szűrő, mert hogyha itt a politikai ellenfelek iratják meg ezeket a szövegeket, akkor sokan rosszul járnak. Főleg, hogyha régi királyokról van szó, és távoli eseményekről az időben, amit már nehéz más forrásokkal kontrollálni. Ugye a második kör, amiről itt szintén bőségesen esett most szó, az az volt, hogy 19. századi nemzeti ébredés, és a nemzetépítés az hogyan válogatja ki visszamenőleg a maga hőseit, meglehetősen elfogult módon. És aztán a harmadik kör, az pedig a 20. századnak a különféle politikai megpróbáltatásai, rendszerváltások és minden ideológiai csatározások, amik visszamenőleg is kihatnak, mert szintén rostálják a királyok sorát. Ezzel ti egyetértetek, és ez nem egy Publikált hosszan kiellelt folyamat, gondolom, de... Itt most lehet vitatkozni. Hát én többé-kevésbé egyet értek fel, ugye a Habsburgoknál ez nagyon jól látszik, hiszen ugye 1918-ig azért volt többé-kevésbé egy ilyen kísérlet arra, hogy minél több Habsburg uralkodót próbáljunk meg beemelni a nemzeti köztudatba. Ez hol sikeres volt, hol nem volt sikeres. De jellemző, hogy mondjuk a második József megítélése esetében folyamatosan van egy kettőség, ugye az egyik az abszolút király, aki a magyar alkotmányosságot el akarja törölni, a másik az pedig a modernizátor, aki megpróbálja a monarchiát felemelni arra a szintre, hogy a többi többi európai nagyhatalommal versenyelszesen és mellesleg szociálisan is érzékeny. Tehát ugye a második József nem azért ad ki rendeletet, mert annyira jó fej, vagy nem csupán azért, hanem azért is, mert a magyar nemességen nem lehet ilyen rendeleteket keresztül nyomni, vagy ugyanez van a Mária Terézia féle urbérrendelettel. És nagyon érdekes, hogy a 18. századi uralkodóknak a megítélése az többnyire pozitív. A dualizmus kori történeti írásban, vagy hogyha a tankönyveket nézzük, akkor azokban is. Persze van a, van a, másik narratíva, tehát ugye, hogy hát a Mária Terézia az, azt, hogy ugye etetni kell a juhot, hogyha nyírni akarjuk, és hogy nem is volt annyira jó fej, de azért alapvetően ez működik. Ugye a 19. századi uralkodóknál ott egy, van egy probléma, hogy ott van egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen genetikai katasztrófa. Tehát az első Ferenc az nagyon hosszú időn keresztül él, de nem tartozik a különösebben okos uralkodók közé, tehát sem a második Lipóttal, sem a második Józseffel nem versenyezhet, az ötödik Ferdinándnak az épelme állapotáról, ugye máig is folyik a vita, hogy ez most egy epileptikus jellegű probléma volt, vagy valóban nem volt hőfelsége. Egészen normális, és hát mondjuk Ferenc József sem a cír most nagy eszéért szeretjük. Tehát ugye ez nyilván befolyásolta, hogy, hogy, hogy az az uralkodó, aki ugye megkérdezi, a, nem tudom, hogy ezt a házat alulról kezdték elépíteni, ez ugye nem olyan történet, mint a Mátyás király történetek. Viszont 18 után ez a fajta kényszerű legitimációja az uralkodóknak, vagy ez a fajta kényszerű beemelése a, a Nemzeti panteonba, ez megszűnik, sőt, nagyon felerősödik ez a függetlenségi narratíva, és hát aztán főleg az 1945 utáni történetírás tesz ehhez nagyon sokat hozzá, amikor ugye úgy kell a magyar függetlenség eszméjét képviselni, hogy senkinek ne jusson eszébe az, hogy mi voltak éppen egy megszállt ország vagyunk, és ugye ne, kelet felé nézzünk, hanem nyugat felé, hogyha az elnyomókat és a, az inváziós erőket és a hódítókat keressük, és hát ugye a habzurgokra ez mind, mind ráhozható, tehát hogy német uralkodó, meg akarták hódítani Magyarországot időnként elnyomtak bennünket, tehát ennél több nem is kell. Szerintem 1849 után nem kelt fel ugyanúgy a nap ebben a történetben, mint előtte. Tehát a világosi fegyverletétel, a szabadságharc bukása, aztán az aradi 13-nak a tragikus története után olyan szintű átkeretezése történt ennek az egész királyság kérdésnek egyáltalán, hogy maga a függetlenségi eszme Magyarországon megerősödhetett, sőt, hát, politikai támogatottsága lesz a későbbi évtizedekben a 49-es gondolatnak. Ez azért nincs benne a korábbi magyar politikai gyakorlatban. És a 1830-as években, ugye szintén friss élmény a röviddel ezelőtti Bécsi konferencia egyik előadásán hallattuk, hogy hát ott meg úgy szól a történet, hogy az az egyetlen pozitívum a Mohácsnak, de ez óriási, az aranykor kezdete, hogy hát a Habsburgok megérkeznek a magyar trónra. És valójában ez egy történet, ami, ami az, az 1830-as években így beteljesedik. Béke is van, törökök is eltűntek, az ország egy fejlődő pályára kerül, mindez a Habsburgok jogara alatt. És ugye ilyen történet is tovább élhetett volna, amiben a helyére kerül harmadik Károly, a helyére kerül Mária Terézia, de mindezt porrázúzta 1849, és már nem lehetett a 18. századi egyébként pozitív uralkodókkal semmit mit kezdeni ebben a történetben, hanem el kellett őket hallgatni, vagy ilyen részproblémává másodrangú kérdésé lenyomni. Szerintem ez egy, ez egy nagyon erős történet, főleg azért, hogy amikor megszületnek az első magyar nyelvű történelem tankönyvek a közoktatásban, abban azért már ez a szemlélet van. Hiába dualismus, hiába Ferenc József uralma, azért akik ezeket írják, és kik kerülnek bele a hősök kategóriába, abban már a Habsburg uralkodóknak nincsen helye. Van tehát ez a három lépcsőnk többi kevésbé. Van-e olyan, aki ebben a folyamatban itt az ezer vagy valahány száz év alatt fordítani tud? Tehát elfeledett, nem igazán értékelt uralkodóból lesz nagy uralkodó, vagy pedig a kortársak és a közeli utód, utódok vagy utókor nagy uralkodóként emlékszik rá, de aztán valahogy eltűnik, elfelejtik. Hát szerintem második András például egy ilyen történet, Hogyha nem lett volna a, az aranybulla, mint politikai kérdés a 18., de még inkább a 19. században, akkor lehet, hogy egyáltalán nem szerepelne olyan kitüntetett helyen. Jó, nagyon nem is tudunk róla többet, mint a legendás 12-22, de mégis minden tankönyv megemlíti őt az aranybulla kapcsán. De ő, neki változik a megítélése, vagy neki van itt egy pillanata, aztán még a, a bankben tudom behozni. De én azt gondolom egyébként, hogy bocsánat, hogy vitatkozom veletek, de hogy ez a, ez a szakmán belüli változás alapvetően. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogyha most kimennék az utcára, és azt mondanánk, hogy második Endre vagy második András, akkor az aranybullán és a bankbanon kívül bármi eszébe jutna a népnek. Nem én arra gondoltam, bocsánat, hogy egyáltalán bekerül. Tehát, hogy egyébként, ha ez nincs, akkor második andrás egy az ismeretlen uralkodóink közül az Árpádkor számos egyéb. Tehát azok közül, akinek a neve sem szerepel a tankönyvben, és nem fogják felsorolni neked az utcán, amikor az Árpádházi királyokról van szó. De én azt gondolom, hogy hát azért ezekhez a változásokhoz idő kell, tehát hogyha a tudomány most megtette az első lépéseket, és egyébként a közhangulat olyan, hogy örül egy nagy Árpádházi királynak, akkor van esély. Ugye ezt a Pasut Lászlónak a Hétszervágott mező című regénye tulajdonképpen megelőlegezte, tehát hogy olyan ez, mint a vízben az antiszemitizmus, hogy nincsen, de igény volna rá, tehát hogy András még nem nagy király, de azért igény volna rá, meg szeretnénk közelebb kerülni ezekhez a történetekhez. Ugye fordítva, meg azt gondolom, hogy Mária Terézia esete a tehát ő kibukott a kanyarnál, pedig sokáig tartotta állásait, de 45 után neki is menni kellett a Panteonból. Tulajdonképpen a hősök terén a királysorozat sorsa, meg az alatta lévő reliefnek a sorsa, az leképezi azt a történést, amiről beszélünk, Jó. hogy egyébként hogyan váltjuk ki a valós, megkoronázott törvényes királyainkat a XX. században, a nemzeti függetlenségi eszme jegyében, pseudo-uralkodókkal. Tehát hogyan kerül föl a hősök terére rekosút, meg rákóci, Megtököli. Megtököli. Mondjuk tököli a legproblémásabb figurája ennek a, az egész történetnek. De ugye még a rölifeket is cserélik. Lesz Kálmánból, ugye a Horvátország meghódítójából, mert nem férve, inkább akkor a pedig boszorkányok Tehát pedig a felvilágosult középkori uralkodó előképe. Így van. Itt a hősök terébe egy kicsit menjünk bele, mert szerintem a hallgatók között sokan vannak, akik nem olvasták a gerőféle tanulmányt, vagy nem ismerik a térnek a történetét, hogy ez honnan indul, és hogyan éri el a most is ismert állapotot. Hát ugye ott az árusorozat azok a hobzók uralkodók voltak, tehát Armadik Károly volt, Mária Terézia, Ferenc József, és nem is tudom ki volt még. Szerintem Lipót, volt Lipót. előtte egyébként. Mm. Második lipót. Szerintem második lipót volt, mert az első lipót ott biztos, hogy nem rakták föl, de ugye a második lipót, mint az alkotmányosságnak a helyreállítója. És akkor Ferenc József, mint aktuális uralkodóként. Hát uralkodó. ő, az kő, igen, tehát mint aki alatt kiteljesedik Magyarország nagysága, és vissza Mátyás király birodalma, ugye ez, ez szerepelt is abban a korban. Hát aztán 1945 után rájuk nem volt annyira igény, és hát így jött Bocskai Betlen, Tököli, Rákóczi, illetve Kusút. Ami hát ugye azért érdekes, mert mondjuk a Tököli Imrének hát valóban az egyetlen történeti érdeme a három részre szakított Magyarország négy részre szakítása, ami a lehető legjobb pillanatban történt egyébként. Maradjunk akkor ott annál a kérdésnél, hogy lehet-e itt. Mária Térézia hangzott el többek között. Mi kell ahhoz, hogy valakinek a, a csillaga forduljon? Illetve második Andrásnál még, hát az aranybullának a kultusza vagy az, hogy az fontos, az mennyire van velünk igazából a 13. század óta? tankönyvek szerint kipusztíthatatlan. Tehát már nemesség nincs, de az aranybulla még mindig létezik. Ez egy izgalmas kérdés, hogy na, ugye a 19. században létkérdés volt, mert volt a nemesség Magyarországon. Na most 1945 után eltűnt ez a társadalmi réteg, a tankönyvben pedig mégis megmaradt, de a mostani futó emlékkép, vagy a, a történészi kutatások, meg egyáltalán a médiafigyelem, arra mindenképp jó, hogy ráirányítsa a figyelmet, azokra az új meglátásokra, amik korábban esetleg nem voltak. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, is erre van egy friss élményem, mert Pécsen egy kis szintársulattal, de második Lajosról csináltunk egy drámát, amit be is mutattunk, és múlt héten volt ezzel kapcsolatban egy vita színház, ahol ott tartottuk a vendégeket, és végül is a kérdés az volt az elején, a közepén, meg a végén, hogy jó király a Lajos és az elején persze döntő többségében nem volt erre a szavazás után a válasz, de amikor Lajosti történeteken keresztül megismerték a gyermekkorát, akkor már empátia ébredt felé, a házas életét, Máriával való kapcsolatát, akkor a hölgyek rögtön átszavaztak Lajos mellé, hiszen mégiscsak egy példás férj. Ha beszélünk róla, ha tudunk róla befogadható ismereteket nyújtani, akkor nekem az volt a tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogy lehet változtatni, hiszen a végén szerintem országosan jó átlagot hozott Lajos, ilyen 50%-ra feltornázta a maga pozitívságát abban a kicsi közegben, és lehet, hogy ez így nagyban is működhet. Csak hát ez kellene sok-sok fórum, sok-sok szó, sok-sok beszéd, sok-sok felület, nem azért, hogy sportot űzzünk abból, hogy átrendezzük a történelmi képet, hanem hogy megosszuk azt a tudást az emberekkel, ami a történelmi tudományban fölhalmozódott. Én azt gondolom, hogy Zsigmond is jó úton jár ilyen szempontból. Ugye ott a második Lajosnak a ikertestvére az ötödik László, aki bármilyen nagy király lehetett volna, de mégiscsak meghalt 11 néhány évesen, tehát ő még a 20 évet se élte meg ebben az esetben, de ott is megvan a helyette a mi pseudó királyunk Hunyadi János, akiről mindenki azt gondolja itthon, hogy sokkal inkább megérdemelt volna bármit, mint a koronás fők közül akárki. Szóval, hogy lehet dolgozni, csak az a probléma, és én ezt látom problémásnak, és ez nehéz dolog, hogy hogyan emelj másokat föl, anélkül, hogy nagyon rombolnád azoknak a némbuszát, akik meg az emberek helyből, és megkérdőjelezhetetlenül szeretnek. Ez egy nehéz dolog. Sajnos hiányzik a lokális identitás. Nem uralkodó, ugye Szigetvári Zrényi Miklós, de hogy ott mégiscsak egy helyi emlékezetből lett kiírthatatlanul pozitív. Tehát, hogy el lehet menni fizikailag Szigetvára, és ott az ember találkozik Zrínyi Miklóssal. Na most a Habsburg uralkodókhoz nem tudunk ilyet kötni a gödöllői Grasalkovics kastély talán leszámít, vagy nincs fizikai tere. És amúgy gödöllőhöz a... sziszi meg, ahogy kapcsolódik, az ott van is egy kultusz, mert van tér. Vagy hát nem biztos, hogy így van az összefüggés. És hát ugyan nagyon érdekes, hogy Alcsút, ami egy tipikus ilyen helyszín lehetett volna a magyar habzurgákkal, azt a helyi lakosság 1945-ben elpucolta. Tehát, hogy a József Nádor, István Nádor, József Főherceg, stb. stb. ez ki esett a magyar történeti köztudatból. Én még egy gondolatig visszatérnék arra, amit itt János a uralkodóknak a katonai sikerességéről mondott. Ugyanis nagyon érdekes, hogy van, aki se számít. Tehát például ugye a második Andrásnál az, hogy ő a Szentföldre vezetett egy hadjáratot, gyakorlatilag az egyetlen magyar uralkodó volt, aki keresztes hadjáratot vezetett, ami azért nem akármilyen logisztikai teljesítmény, nem akármilyen pénzügyi alátámasztást és egyebet igényelt, ez mint egy ilyen fölösleges luxusutazás szerepel gyakorlatilag máig a, magyar történeti köztudatban, és ugyanez van egy kicsit a Nagy Lajosnak az itáliai hadjárataival, hogy mi a búbánatot keresett ott. Holott tudjuk, hogy az összes európai uralkodó, ha valahol látott egy szabad területet, akkor átmentés és elfoglalta. Hát a hódító Vilmosból így lett angol király, hogyha belegondolunk. És ugye a Nagy Lajosnál ugye azt mondják, hogy na jó, jó, nagyon sikeres volt Itáliában, na de miért nem inkább a Balkánon a török ellen harcolt? Mert hogy előre kellett volna látni a nagyjából száz évvel azt, hogy mi fog bekövetkezni. Tehát, hogy van, van egy ilyen az utólagos tudásból származó megítélésbeli különbség is, és van, akinek meg megbocsátjuk, hogy időnként elveszített hagyjáratokat, mint ugye a derék negyedik Béla. Szerintem a jó, akik a jó kategóriában vannak, mint Mátyás, ez onnan kimozdíthatatlan, hiszen nem csak a mi, hanem a szüleink, nagyszüleink, tehát hogy ez már így a családilag bele van kódolva, és nincs a kánontól eltérő hang, nincs olyan ifjúsági regény, film, színdarab, ami egy kicsit is ezt megváltoztatná, Viszont újak beemelésére én azt gondolom, hogy nem reménytelen várni, én reménykedve tekintek mondjuk pillanatnyilag a budai királyi palota roham léptékben való újraépítése során, hogy ott mégiscsak Zsigmond palotát épített, hogy valahogy Zsigmondról kellene, hogy Buda kapcsán az új építkezések kapcsán valahogy bekerüljön a, esetleg a köztulatba, vagy a 18. századi Habsburg építkezések szintén a budai királyi palotában, mert én hiszek abba, hogy kell valami fizikai tér, ahova be lehet menni, ahol ezt el lehet képzelni, mint akár a Szent István terem, amikor megnyitották szintén a történeti múzeumban, hogy az rögtön egy negyedik károlyhoz való hozzáálláshoz hozzátett érdemben, amikor az ember el tud menni, és ott tud lenni ezen a helyen. Ugye a, a budai királyi palota késői fázisa, aminek most a rekonstrukcióján dolgoznak az egyértelműen a Habsburgokhoz kötődik. Ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez egy Habsburg palota. A Habsburgoknak építette a magyar nemzet, hogy itt lakjanak, hogy legyen rezidenciájuk a magyar királyságban. Ugye ebből fakad az, hogy amikor 1849-ben az ostrom jó alaposan szétlőtték, akkor a hazafiak ünnepeltek, hogy végre az ellenség sasfészke az elpusztult ott a Várhegyen. Na most, ha valóban folyik ez a buzgalom és lendület, akkor ugye nem a Budapesti Történeti Múzeum, hanem a Várkapitányság égisze alatt, de valóban épül valami ebből a régi világból. De azért azt nehéz lesz máshoz kötni, mint Ferenc Józsefhez, Erzsébet királynőhöz, meg a korábban itt a várban székelő magyar habzurgákhoz, József Nádorhoz, István Nádorhoz. Nem tudom, hogy erre fel van-e készülve a magyar közvélemény, vagy egyáltalán a magyar politika, Hiszen hogy ez hogyan a fogja keretezni. Is ott van alatta, tehát nehéz ezzel mit kezdeni. Hát a magyar politikának én úgy látom, hogy semmi nem okoz gondot, ha újra kell keretezni a dolgokat, tehát nyilván meg fogják oldani, nem féltem őket. Hát, hogyha a Habsburgokat szeretnék ebbe a keretbe behelyezni. És akkor nagyjából helyben is vagyunk a következő kérdésemhez. Azt akartam még kérdezni, hogy ez az emlékezet, ami itt belénk van kódolva családilag, és generációkon át tudjuk, hogy kik a nagy királyok, ez hogyan módosítható? Módosítható-e egyáltalán? Itt felmerült több dolog. Az egyik az, hogy a, az akmának az eredményei azok szépen lassan az átszivárognak a köztudatba, mint mondjuk a második Andrásnál említettétek ezt meg, meg második Lajosnál. De hát például ott van Luxemburgi Zsigmond, akinek az eredményei a szakmában azt hiszem, hogy jó ideje ismertek, már aztán mégsem nagyon szivárognak át a köztudatba. Többször emlegettetek egy másik irányként irodalmi meg művészeti alkotásokat, a Bánkbántól elkezdve egy második Lajoshoz kötődő drámát. Ezek mennyire tudnak felemelni, befolyásolni dolgokat? Készül aranybúl a film, tudtommal, csak hogy még ide betegyek valamit. Illetve felmerült még a politikának, meg a hatalomnak a viszonya ehhez, mi kell ahhoz, hogy valaki a szakma által, vagy egy bizonyos kör által értékelt uralkodóból nagy király legyen? Hát a film minősége azért nem árt. Tehát az 1968-ban bemutatott egri csillagok azért azt mutatja, hogy ez egy jól megcsinált film. És ha igen, akkor hatni fog. Ha meg filmes szemmel másodvonalbeli vagy kurzusfilm készül, akkor nem lehet annyi pénzt beletenni, hogy az értelmezhető, vagy értékelhető változást hozzon hogy ez egy nagy kérdés a jelen nagy filmes vállalkozásaival kapcsolatban is, hogy ráerősít meglevő stereotípiákra, hiszen talán Petőfi film is készül, most ebből meg mi lesz? Tatárjárás és Hadik film is készül, az összes általunk érintett téma körkörnyékén. Ja, meg Hunyadi tévésorozat is készül. Tehát az összes érintett témakörben lesz új filmes adaptáció záros határidőn belül Magyarországon. Úgy van. tudom, hogy még Erdély sorozat is. Van. Van. Erdély, és, van. és igen, Betlen Gáborral és a Magyar Trónok harca. De hát a, a rettenthetetlen című film, ami az Skóciában nagyot ütött. Tehát, hogy ott, ahol azért meg addig is megvolt a nemzeti érzés, de hogy ez... Vláthatólag a William Wallace történet, meg a Robert Bruce történet hozzáadott a XXI. században értékelhetően a skót nemzeti öntudathoz, meg egyáltalán kifele is egy nagyon jó rendet alakított ki, de hát az egy olyan minőségű filmet kellett csinálni, és szerintem ma azért ez egy olyan nemzetközi piac, ez egy olyan nemzetközi verseny, ahol nagyon ott kell lenni ahhoz, hogy ne egy tucat film készüljön a rengeteg jó között. Fel van adva a lecke mindenkinek, aki ebbe belevágja a fejszéjét. De én azért nem gondolom azt, hogy a filmek fogják megváltoztatni a trendeket, mert a filmforgatókönyvírók a jó kitaposott ösvényeken haladnak, és ezeket az ösvényeket az elmúlt évtizedekben, az elmúlt száz évben taposták ki, tehát nem, nem hiszem, hogy most bármelyik produkció nagy változást idézne elő mert hogy a szándékok nem ilyenek voltak a készítők részéről nem lesz újrafestés erről, meg vagyok győződve, de olyan nehéz ma már egyáltalán napirenden tartani kérdést. Tehát, hogy 30 évvel ezelőtt nem, Robi, tehát mondjuk egy Petőfiről sokkal többet beszéltek a közbeszédben, meg merült föl, ma meg a március 15-e este 6 órakor befejeződik minden Petőfivel kapcsolatos, és 364 napig nem veszik elő ezt a kérdést, akkor azért volt Petőfi sír, tehát, hogy bármi, de legalább így volt róla egy közbeszéd ma láthatólag nekem az az érzésem, hogy eltűnnek a magyar közbeszédből, annyira sporadikussá válnak, biztos te az ős történetnél lesz máshogy éled meg, de szerintem 18. századról jó beszélgetés az ottani, mondjuk harmadik Károlyról, Mária Teréziáról, hát talán 30 éve nem volt, de valószínűleg lehet, hogy soha nem volt olyan, amit mondjuk ők megérdemelnének, hát a magyar történelem virágkora a 18. század, ez meg nincs kimondva, hanem nemzeti függetlenségi szemüvegen keresztül inkább elmaszatoltuk ezt a prosperitást, ezt az egész száz évet. Ugye én azt is egy alapvető problémának érzem, hogy például a szépirodalomnak nagyon megváltozott a funkciója. Tehát azért a, amikor én felnőttem, de amikor ti felnőttetek, akkor azért mondjuk ezek a történeti regények, ifjúsági regények, drámák és egyebek, ezek nagyon formálták a közbeszédet. Ez manapság gyakorlatilag nincs meg. Tehát ugye az újabb nemzedék az, az nem úgy olvas, nem azt olvassa. A gyerekeim között volt olyan, aki azt mondta, hogy hát az egri csillagok az olyan unalmas. Ugye én nem tudom, négyszer vagy ötször olvastam végig, szerintem mások is vannak ezzel így. Tehát ebben a, a nagyon felgyorsult digitális kultúrában nagyon nehéz találni egy olyan médiumot, aminek a, a révén mondjuk egy történeti alaknak a nem azt mondom, hogy az újraértékelését el lehet végezni, hanem egyáltalán be lehet tartani a közbeszédben az illetőt. Számomra egyébként nagyon érdekes itt a filmeknél, hogy hát én, hogyha magyar filmrendező lennék, vagy mondjuk olyan ember, akinek ráhatása van arra, hogy mit, miről csinálnak filmet, én egy luxemburgi Zsigmond filmet csinálnék, mert gyakorlatilag az egyetlen olyan magyar uralkodó most itt, hogyha abzulókat levesszük, tehát az 1526 előtti időszakban, aki valóban benne van a nemzetközi köztudatban. Tehát nem csak a német nyelvterületen, vagy nem csak ebben a kelet-európai régióban, hanem aki egy nemzetközi játékos volt. Hát gondoljunk bele az egyetlen, aki a német-római császári címig elvitt a magyar uralkodók közül. Ugye Mátyás szeretjük, mert törekedett rá, semmi esélye nem volt, Ugye az, aki meg, megugrotta ezt az akadályt, és ami mellesleg levelte a huszit a lázadást országban, tehát azért az is némi jelentőséggel bírt, az, az meg ugye semmilyen módon nem. Hát én megszüntette az egyház egyházszakadást. Hát, ő, ő egy én. európai léptékű figura, aki Budán rendezi be az udvarát. Hát lesz még német-római császár magyar királyból, akár Ferdinánd, de hát ő már nem a magyar uralkodás, nem a magyar királysága révén szerzi meg ezt, hanem a Habsburg vonalon keresztül nagyon más. Hát a, a, filmkészítés az egy nehéz dolog, mert kell hozzá jó nyersanyag. Ugye most az elmúlt 11 néhány évben vért a filmes szakma, hogy megfeleljen az elvárásoknak, és készítsenek történelmi filmet, és számtalan forgatókönyv csíra és kezdeményezés indult. De ugye, hát a mi vérzivatalos történelmünkben nehéz megfelelni a hollywoodi kritériumoknak, tehát hogy happy end legyen a sztori vége így aztán korábbi történelmi filmjénk jó része el se készülhetett volna, mert nem, nem lehet kihozni a szabadságharcot sem, meg a kőszívű ember fiait se happy endre. Hát jókor kell abba hagyni a történetmesélést, mondjuk. Bár, már ja. rettenthetetlen ennek ellene mond, ugye ott hogy csak erkölcsi felmagasulás van a végén. Nem, ott az van, hogy megteremtik az önálló Skóciát. Az is a hollywoodi dramaturgia része, hogy te vagy a nagy előkészítő, és akkor nem kell száz évet várni, hogy majd beteljesedjen a művet, hanem két év múlva azért megvívják azt a csatát, amivel a ország elnyeri a függetlenségét. Egyébként rengeteg skót nagyon utálta a rettenthetetlent, mert ugye az egy teljesen ahistorikus film, izigvérig a ruhák, a kosztümök, a történet, minden egyéb. Úgyhogy meg is csinálták a saját nagy történelmi filmjüket utána a nemzeti felbuzdulásból, ami a Bruce-ról, a királyról szól. De azt nem látta senki, mert azt nem Hollywood forgatta, és nem került be a filmforgalmazásba. Bocsánat, a Outlooking talán arra a filmre gondolsz? Nem tudom, mi a címe. Mert láttam egy filmet, amiről tudom, hogy amennyire lehet, annyira hiteles volt. Ez ugye teljesen ellentmond a rettenthetetlennek, vagy nagyon sok szempontból, és az elején szerepel a jelenet, hogy William lesz ott lett kivégezve. És akkor itt is megint egy következő kérdés, hogy ahhoz, hogy egy film vagy bármilyen művészeti alkotás így formálja a közgondolkodást, abban mennyire szempont az, hogy hiteles is legyen. Itt szóba került a rettenthetetlen, de hát az egri csillagoknál is tudjuk, hogy nem minden pont úgy volt, és vannak olyan dolgok, amiket Gárdonyi is tudhatott, hogy nem pont úgy volt, mondjuk a törökök létszámára gondolok. Fontos ez az emlékezet szempontjából, vagy milyen mértékben fontos az, hogy kiteres legyen az a kép, amit kapunk? Hát nekünk, történészeknek fontos, a nézőknek egyáltalán nem. A készítőknek sem, a jelek szerint. A hihetőség atmoszférája fontos szerintem. Meg az, hogy legyen valami valami eszme benne, tehát ugye a volt a szakra korona című film, nem tudom, hogy ki emlékszik még rá, hát az ugye azt szoktam mondani, hogy a legjobb párbeszédek azok még a képes krónikából származtak benne. És hát azóta történt ez az a forgatókönyvírás tekintetében is hiába volt egyébként szerintem magyar viszonylatban viszonylag látványos, úgy felejtettük el, mint annak a rendje, mert nem volt, nem volt benne semmifajta plusz. Katarcs is nélkül. Nem volt filmszerű nem film. Igen. Film. Igen, hát filmre vett színpadi előadás. Azt hiszem több helyen így apostrofálták, hogy azért ez egy más műfaj. És én óva intenék mindenkit attól, hogy ebbe történeti hűséget keressen, ahogy a baradlai család történetében sem keressük, mert ez egy irodalmi alkotás, amiben valahol a fikció be van ágyazva egy történelmi tablóba, attól mondjuk nekünk nem árt tudni, tehát de tényleg mi vagyunk ebből a szűk kisebbség, mint történész. De én mondjuk el tudok vonatkoztatni, ha filmet nézek ettől. Legyen jó a történetmesélés, legyen benne történet, és tényleg legyen benne katarz is. Azt gondolom, hogy ez mondjuk elengedhetetlen ezzel kapcsolatban, hogy ezeket mondjuk számon kérhessük rajta. De ugye mondjuk a paradlai testvérek története, meg a Kincsen film története között az az apró különbség van, hogy Hukai az kortás volt, és hozott anyagból dolgozott. Tehát ő valós történeteket formált át, szőtt össze, alakított át. Egy olyan közönség számára, aki ismerte a kort és ismerte a sztorit. Tehát nem lehetett hülyeséget mondani az embereknek a saját korukról, mert nem lettek volna rá vevők. Mindenki tudta volna, hogy hol ló ki a lóláb. Ugye közben meg eltelt 150 év, és most ott tartunk, hogy aki írja ezeket a sztorikat, annak fogalma nincs róla, hogy hova kéne visszahelyezni a történetet, mi az a kor, amiben mondjuk egy kincsem történetnek működnie kellene, és akkor jönnek ezek a sablonok, hogy utáljuk a Habsburgokat, gonoszak, csalók, és hogy lesz ebből egy olyan triviális nemzeti függetlenségi film, amiről azt gondolták, hogy itt most ezt majd jól el lehet adni, de egyébként semmi köze ahhoz a történeti közekhez, amiben ez a sztori valójában lejátszódott. Hát valójában lehet, hogy ez a, ez a válasz a kérdésedre, Robi, hogy, hogy, miért nem olvasnak ma szívesen jókait a fiatalok, hát egy dolog a nyelvezetnek a változása, de a másik a történet távolsága, tehát hogy jókai olvasótábor abban a közegben élt. Most szerintem amiről ma írni kellene, és valószínűleg lenne rá fogékonyság is a másik oldalról, az a 80-as évek lakótelepi magyar élete. erről kellene történeteket írni, meg regényeket, amihez tudunk kötődni, hiszen, vagy mi, de legalábbis a szüleinknek, tehát, hogy van egy családi történet, amitől el tudjuk képzelni az ottani parkolókat, az ottani lépcsőházaknak a hangulatát. Még lehetne sorolni, hogy a 19. század ilyen szempontból kiüresedett. Nagyon kevés az a család, akinek van élő viszonyítási pontja, története ebből az időből, hogy a most már ők a 48-as honvéd lett volna. Az időbeli távolodást azt szerintem ebbe egyszerűen figyelembe kell venni, hogy nem fogunk tudni visszakanyarodni abba a korba. Nekünk ez a nagy fehér foltunk, amiben a királyságnak már csak a sémái élnek tovább. Tehát amit mi hozunk ezekből az ifjúsági regényekből, amelyekben megvan a jégen választott királytól, a fekete lovagon keresztül, ami ugyanúgy a Hunyadi József regénye, a jó király, meg a jó király apja, a Hunyadi János történet de ez a kánon attól tartok, hogy nem, nem nő tovább. Ebből lehet főzni, ez van, ez a mi keretezésünk. Ami megmaradt, az valamiféle királyság iránti tisztelet, amit nem tudott sem a negyedik Károly előzése, sem a 45 utáni földcsuszamlás teljesen kiirtani, elég csak a Legény Anya című filmre gondolni, ahol a, mégiscsak a királyhoz akart fölmenni, Ugye, a karaktert megformázó Pogány Judit, hogy akkor megoldja ezt a problémát, hogy van bennünk szerintem egy tisztelet, a legnagyobb republikánusokban is valahol a királyság és egyáltalán a király személye és intézménye iránt. Attól tartok, hogy a magyar politikai berendezkedés is mutatja ezt. Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig a digitális legendáriumot megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon, ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékeld ezt az adást, hogy minél többekhez eljussunk, és az idei év során elfeledett királyokkal fogunk jönni, közel egy tucatnyival. Zárásként pedig azt szeretném tőletek kérdezni, hogy ti kiről írnátok, forgatnátok filmet, regényt, drámát, bármit, ha gondoljátok hozzá, azt is, hogy milyen formában látnátok szívesen, milyen elfeledett uralkodóról és milyen aspektusát mutatnátok be ebben. Hát én ez előbb már mondtam, Luxemburg is így mondott, tehát azt gondolom, hogy ő akár egy több részes blockbuster is elbírna, hogyha úgy tetszik. Hát, mint egy sikertörténet. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan ember, akinek azért meg kellett küzdenie itten a trónért, még be is csukták, és hogy amikor lehúnyta a szemét, akkor mégiscsak ő volt a német-római császár, és egy alapvetően rendben lévő országot hagyott hátra, ugye egy kiépített végvári rendszerrel, jó, ezt tudom, hogy nehezen bemutatható filmes eszközökkel, de hát mondjuk maga az itáliai út az egy olyan dolog, hogy, hogy az önmagában nagyon látványos lehetne. Vagy amit Szabolcs említett, ugye az egyházszakadásnak a megszüntetése. Tehát ott azért sok fontos és jól bemutatható esemény van. Én három részes blockbusterbe gondolkoznék, ahol mind a három rész egy más-más szempontból foglalkozna ugyanazzal az eseménysorral, és lenne egy második Lajos, egy Habsburg Ferdinánd és egy Szapolyai János hogy mind a három szemszögből meglássuk a késő középkori magyar királyságnak a végét. Akira Kurosz a vihar kapujában. <gül> <gül> és az utolsó párba, ugye. Szerintem Robinak az ötlete Zsigmondról az nem rossz. Én ugyanis egy, én egy vígjátékot forgatnék. És Zsigmondnak a kalandjai, a nőügyei, a kíséretének az ügyei, aminek ráadásul irodalmi nyoma van Itáliában, bekerült az ottani novellás történetek közé, azt gondolom, hogy ez egy olyan szín lehetne a mi történelmi filmeink között, ami Magyarországon nem létezik. De az egyik magyar baj az, hogy az érdektelenség mellett meg túlságosan komolyan veszük a saját történelmünket, és akkor abból lesznek a deklamáló értszobrok a vonfoglalásfilmben, meg a jó párbeszédek a képes krónikából a szakra koronában. Az, hogy hiányzik belőle az élet, hiányzik belőle a könnyedség, hiányzik belőle mindaz, ami egyébként közel tudná hozni a mai fiatalokhoz is ezeket a történeteket, hogy hát vannak nők, meg fiatal férfiak, meg mindenféle pénzügyek, meg nem pénzügyek, meg hogy van egy ilyen mozgékony elméjű királya a történet középpontjában, aki mindenfélén töri egyszerre a fejét. Szóval, hogy az bizony egy, egy hálás dolog, de ne csak nehéz hozzáforgató könyvírót találni, azt gondolom a magyar... Nem is magyar. Magyar filmgyártásnak ez az egyik problémája, és ettől nem tudunk elrugaszkodni, nem. Sajnos a magyar, a magyar történelmi filmet külföldiekkel kéne megcsináltatni ahhoz, hogy az igazán jó legyen. B. Szabó János, Robert Róbert, Varga Szabolcs, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük. Mi köszönjük a lehetőséget.